A Koltai Róbert rendezte Színház komédia című vígjátékkal kezdődik pénteken este a Szépasszonyvölgyi Weekend. Persze már korábban is érdemes oda menni, a Márai Látogatóközponton kívül is lesz látni és kóstolni való. A város, a megye, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárok Egyesülete és a Média Eger Kultúrma csoportja rendezésében népművészeti forgatag, táncház, kézműves bemutató, szüreti játék várja a közönséget. A fellépő között lesz a Kompakt Diszkó, a Charlie Band, Farkasház Réka és a Tinta Nyúl. A szüret már hagyományos Egerben, és idén egy picit arra gondoltunk, hogy nem hanyagolva a hagyományokat, de egy kicsit újra gondolva, újra gombolva magát a rendezvényt, átalakítjuk egy kicsit, és olyan programokat, koncerteket szervezünk, amelyek minden korosztálynak, minden érdeklődőnek, tulajdonképpen mindenkinek, aki Egert és a borokat és a jó programokat szereti, kedvező lehet. A hétvégén a megyei önkormányzat külkapcsolatokat építő programja is folytatódik. Az erdélyi Kovászna és Harita megye lesz heves vendége. A magyar-magyar kapcsolatokat erősítjük, és ezért nagyon jól működő, régmúltra visszatekintő testvérmegyei kapcsolatrendszert építettünk ki Kovászna megyével és Hargita megyével is. Itt tulajdonképpen ez a két megyével a Székelyföld egy nagy százalékát területileg le is fedjük, és épp ezért hoztuk létre a Székelyföld gyöngyszemei című rendezvénysorozat, amit minden évben megrendezünk. A hegyközséggel egyeztetve új marketinget vezet be a bor népszerűsítésére a Kultúrma. A Hungarikum mellett Bikavér és az Egri Csillag megújult külsővel úgynevezett boros palack nyakakasztóval lesz kapható. 300 ezer üveget díszítenek ilyen módon. Az akcióhoz nyereményjáték kapcsolódik, a vevők két kérdést megválaszolva borcsomagot kaphatnak, illetve meghívást az Egri Borszalonra és a Bikavér ünnepre. Az első csomag nyakakasztót a Besenyei Borház vehette át.